Jó estét kívánok, köszöntöm a kedves nézőket, a sportolók is a magam nevében is engedjék meg, hogy boldog új évet kívánjak, illetve valamennyi sportolónak sok jó eredményt. A mai adásunkat még az elmúlt év értékelésének és eredményeinek szenteljük. A 60-i kézilabdások gyöngyösi vendégszereplése jól sikerült, az év utolsó bajnoki mérkőzésüket az NB1-B és 60-iak győzelemmel zárták. Nézzük a találkozó értékelését. Az NB1-B-s bajnokságban szereplő 60-i kézilabdások gyöngyösön vendégszerepeltek hivatalos bajnoki mérkőzésen. A klub a pandémiás helyzet miatt kényszerült ebbe az állapotba. Az elmúlt hetekben pályaválasztói jog felcserélése és más helyszínek jelentették a megoldást a mérkőzések lejátszására. Tudtuk meg a klub elnökétől, Antalóczi Pétertől. Sajnos a járványügyi intézkedések ugye eléggé korlátozzák a mi lehetőségeinket, mint edzés, meg mérkőzés rendezés szempontjából. Az eddigi helyt adó Kodály Zoltán általános iskolának a tornaterme az részünkre bezárt, se edzéseket, se mérkőzéseket nem tudunk rendezni, valamint a megépült sportcsarnoknak még nincs használatba vételi engedélye, ezért minden hazai meccsünket különböző városokba, különböző tornacsarnokokba, sportcsarnokokba kell játszani. Így volt ez Balassagyarmat, Salgótarján, Füzesabony, Gyöngyös, úgyhogy körbejárjuk az országot lassan. A 60-i kézilabdások október közepén játszották utolsó mérkőzésüket, ezért már nagyon várták a Nyíregyháza elleni bajnoki folytatást. Hogy mit várok a mérkőzéstől? Mind a két csapat úgy tudom, hogy nagyon nehéz helyzetben van. Én úgy gondolom, hogy ez a mostani helyzet egy kicsit fölülírta a bajnokságot és az erőviszonyokat is. Ettől függetlenül nem tettünk mást, pályára kell lépnünk, és az adott szituációt kellene a lehető legjobban lehozzuk. Nagyon bízom benne, hogy a csapatom nyerni fog. Nem voltunk túl jobb paszban mostanában, nagyon kevés meccset is játszottunk, betegségek is voltak, amit már elmondtam. Ettől függetlenül menni kell tovább, és muszáj, hogy minél több meccset behúzzunk, legalábbis meg kell próbálni nyerni, mert nagyon fontos a létfenntartás miatt. A 60-nak szerencsét hozott a dr. Fejes András sportcsarnok. Küzdelmes mérkőzésen magabiztos 34-28 arányú győzelmet arattak. Debreceni László a Gyöngyösi Atlétikai Klub ökölvívó szakosztályának vezetője. Hullámzónak és változónak ítélte meg a 2020-as évi teljesítményüket, ugyanis nagyon sok verseny elmaradt a koronavírus miatt. Következzék a ökölvívó szakág értékelése. A gyak szakosztályai közül az elmúlt évben az ökölvívók is vegyes érzelmekkel zárhatták az évet. Debreceni László szakosztályvezető elmondta, tanítványaival igyekeztek a maximumot kihozni a 2020-as évből. Sajnos több tervezett területi és országos verseny is elmaradt a Covid miatt, ezért az év értékelése nem lehet tisztán teljesítmény alapú. Március 16-áig vettünk részt a versenyeken, utána jött ugye az első hullám, második hullám, amiben most benne vagyunk. Szövetség ajánlását megkaptuk, kis csoportos edzéseket, amikor már lehetett edzeni, kis csoportos edzéseket tartottunk, az azt jelenti, hogy 3-5 fő részére tartottunk. Utána megint jött a zárlat, hogy nem lehet, akkor interneten, gyerekeket telefonon mozgatván. Aztán jött, hogy nem lesz bajnokság, magyar bajnokság, tehát föl van függesztve, aztán mégis lett. A magyar bajnokságon a klub versenyzői nem tudtak részt venni, a nem elegendő felkészülés hiányában. Az edzések is egyre ritkultak, de a lendület nem tört meg. Jelen pillanatban ott tartunk, hogy nem tartunk edzést, de fogunk a hónapba, december hónapba, mert a gyerekek igénylik. Mi sok mindenről lemaradtunk, utánpótlás szinten, nemzetközi versenyekről, Európa bajnokságokról, mert volt esélyes gyerekünk, ugye Miklós Zoli magyar bajnok, azért ővele csak számolnak a válogatottnál, tehát bízunk benne, hogy a jövő szebb lesz. A bunyósok egyelőre abban bíznak, hogy egy jó tavaszi felkészüléssel a nyártól már újra aktívan sok versenyen vehetnek részt, és mérethetik össze erejüket az ellenfelekkel. Várjuk a jövő évet, várjuk a nyarat, Mátra kupát strandon tervezzük, ha most úgy egészítenénk ki, hogy Mátra kupa
A strandon egy nemzetközi emlékverseny, Szakács Béla emlékversennyel, tehát ezen a pontos neve, hogy Mátra Kupa Szakács Béla emlékverseny, ugye tavaly elvesztettük őt is, a volt régi mesterünket, tehát várjuk, hogy mit tudunk. A régiónak meg elkészült egy vázlatos terve az északi régiónak, ahol megvannak a úgy általában a helyi mindenki a saját versenyét. Ezen kívül a szövetség is készíti az országos bajnokságok, versenyek kiírásait, melyre a 2021-es évben remélhetőleg minél több gyöngyösi ökölvívó is eljuthat majd, és jó eredményekkel térnek haza a fiúk. Az MB2-ben szereplő gyöngyösi röplabdások az elmúlt bajnoki évadban szintén vegyes érzelmekkel zárták az évet, tudtuk meg Farkas Lászlótól, aki a csapat játékos edzője is egyben. A gyöngyösi röplabdása sportolói változatos és gyorsan felejthető versenyévadot zártak a 2020-as évben. A folyamatos felkészülés lehetősége és a mérkőzéseken történő szereplés hektikussága rányomta bélyegét az egész évi teljesítményükre. Farkas László játékos edző évértékelésében kiemelte, fontos, hogy nem esett szét a csapat, és igyekeztek minden lehetőséget megragadni arra, hogy akár a megszokott körülmények között, vagy akár az otthon falain belül, vagy a szabadban, de mozgásban maradjanak. A lényeg, hogy a csapatban megvan az összetartás, a srácok tényleg kitartanak egymás mellett, és hogyha esetleg vissza kell nyúlni az IFI-hez, és onnan kell pótolni játékosokat, akkor azt kell, hogy mondjam, hogy meg vagyunk, és tudunk variálni ebben a történetben is. Látszik, hogy van a klubban élet, van mozgás, az edzők dolgoznak, hála az égnek, én úgy gondolom. Most persze azt mondjuk az elején, hogy a Covidot különvéve, de sajnos itt van, meg kell ezzel is küzdeni, ez is egy feladat. Most ilyenre sikerül az évad, remélem jövőre egy kicsit jobban tudunk neki menni, aztán sikeresebbek leszünk. A vírushelyzet okozta bizonytalanság, kihatott a klub verseny teljesítményére is. A szakaszosan rendezett bajnoki mérkőzések a sok bizonytalanság miatt nem minden esetben sikerültek a tervezettek szerint. Nagyon-nagyon-nagyon szétzúzt az egészet, de minden sportoló gondolom elmondhatja, aki csapat sportágban sportol. Tehát csak mondok valamit, péntek este itt vagyunk edzésen, 14 fővel begyakorlunk egy figurasorozatot, begyakorlunk egy állásrendet, és szombaton reggel jön a telefon, hogy ja, bocsánat, hárman betegek lettünk. Az egész borul, nem tudod, hogy mit kell csinálni, hogy kell csinálni, hova szaladjál, mint szaladjál, ki a kontakt, ki nem. A 14 fődből egyből nincsen csak 7 fő, majd az ifjúvő be kell rendelni játékosokat, az egész rendszer borul. Nagyon nehéz így, de figyelj, nem kell panaszkodni, hát ez a feladatunk, ezért vagyunk edzők. A klub edzői és sportvezetői arra készítik fel a fiatalokat, hogy ne adják fel és dolgozzanak szorgalmasan tovább, hogy a 2021-es év jobban sikerüljön. Én abban nagyon bízok, hogy tényleg ezen átesünk ezen a víruson, és onnantól fogva tényleg egy erős szakosztályként működhetünk tovább. Ezek a srácok tényleg a küzdésből és az összetartozásból nagyon ötösre tudnak vizsgázni. Most még a technikai részen, hogyha tudunk csiszolni, akkor még sikeresek is lesznek, és én úgy gondolom, hogy tényleg itt maradnak a sportág mellett, és tisztelni fogják ezt a játékot. A röplabdások szebb és eredményesebb új évben reménykedve vágnak neki a 2021-es évnek. Az első edzéseket már január 5-től elkezdték, hogy mielőbb újra sikeres bajnoki mérkőzéseket játszhassanak. Az elmúlt év végén a Gyöngyösi Atlétikai Klub felnőtt labdarúgó csapata huszáros hajrába kezdett, és jól zárta az évet a labdarúgó MB3-ban. A kispadra Nagy György Gábort bízták meg a klub vezetői a három forduló levezénylésére. A napokban viszont egyelőre úgy tűnik kiderült, hogy újra megüresedett a kispad. A most következő két hírünk erről fog szólni. Újra megüresedett a Gyak felnőtt labdarúgó csapatának kispadja. A klub elnöksége a bajnokság befejezése előtt három fordulóval menesztette Simon Antal vezetőedzőt, akit Nagy György Gábor váltott, de csak határozott időtartalomra a szezon végéig. A csapat nagyszerűen hajrázott, és háromból három mérkőzést nyert meg. A vezetőedző a Debrecen elleni szezonzáró mérkőzés után még nem volt biztos abban, hogy tavasszal vele vagy nélküle folytatja a munkát a csapat. Azt gondolom, hogy ünnepeljük meg ezt a három mérkőzést, zárjuk le az évet, és utána a közeljövőben nyilván el kell dönteni a hogyan továbbot, az majd a játékoson, a vezetőkön, és nyilván rajtam is múlik. Mindent megteszek azért, hogy a Gyak előrébb léphessen. Nagy György Gábor elmondta, a csapat gondoskodott arról, hogy ezzel a jó véghajrával a tavaszi szezonban minden remény megmaradt arra, hogy a kijelölt célt, a bennmaradást elérhessék. Igazából a
tavaszi mérkőzések folyamán, ha ugyanez a szellem meg lesz a csapatba, a csapatnak a magja együtt marad, akkor úgy gondolom, nem lehet probléma a bemaradás. A klub elnöksége napokban is gőzerővel dolgozik azon, hogy megtalálja a felnőtt csapat mellé az új edzőt. A klub vezetőinek elképzelése szerint, ha lehetséges, elsősorban belső embert szeretnének megnyerni a feladat megoldására. A Gyak elnökségének idei első feladatai közé tartozott, hogy a felnőtt labdarúgó csapat számára új edzőt találjon. Kozma Zsolt elnöktől megtudtuk, hogy több jelölttel is tárgyaltak, és bíznak benne, hogy sikerül gyorsan pontot tenni a feladat végére. A csapat ugyanis január 11-től már elkezdi a felkészülést az új szezonra. Az volt a cél az elnökségnek, hogy ezt a lendületet tovább kell vinni a tavaszi szezonra vonatkozóan is, és nyilván a két ünnep között többször is leültünk egyeztetni Nagy György Gáborral, illetve Lavancz úrral, és hát az eredmény az volt, hogy rengeteg elfoglaltság mellett Nagy György Gábor már nem tudja vállalni ezt a tavaszra vonatkozóan, utánpótlás tekintetében rengeteg munkája van, úgyhogy most az év első napjaiban gőzerővel dolgozunk azon, hogy mielőbb találjunk vezetőedzőt a felnőtt csapat számára. Az edzők tekintetében jelenleg is széles palettáról lehetett meríteni, ezért is nehéz a döntést meghozni, aminek az eredményes kimenetele nem garantált senki számára. Azt láttuk, hogy mindig város szélén túlról jöttek az edzők. Én azt gondoljuk, ez a három mérkőzés decemberben bebizonyította, hogy a megfelelő szakértelem itt van Gyöngyösön, vagy Gyöngyös környékén, ami ahhoz kell, hogy a jelenlegi rendelkezésre álló játékos keretet bent tudja tartani az NB3-ba, hozza az megfelelő eredményeket. Tehát mindenféleképpen házon belül, itt a régión belül gondolkodunk, és nem kívánunk Dunántúlról vagy Miskolc környékéről edzőt hozni Gyöngyösre. Nagy György Gábor továbbra is a klub kötelékében marad, és visszatér a fiú utánpótlásba dolgozni. A felnőtt csapat jelenleg 22 ponttal a 14-16. Hely között található az NB3 keleti csoportján a tabelláján. A csapatban sok a fiatal, akik éhesek a sikerre és egy jó vezetőre várnak, akivel együtt ott folytathatják a szereplést, ahol az őszi szezon végén abbahagyták. Mai adásunkat folytassuk kézilabdával, a bajnokságot a Hedó Bébron Gyöngyös hazai pályán az Eger ellen zárta az elmúlt évben. Következik a találkozó hosszabb összefoglalója. Szép estét kívánok, köszöntöm a kedves nézőket a Gyöngyösi Dr. Fejes András sportcsarnokból. Hamarosan NB1-es férfi kézilabda bajnoki mérkőzésre kerül sor. A két csapat a pályán, a Hedó Bébron Gyöngyös és az SBS Eger. A gyöngyösieknek ez a találkozó a bajnokságból a 11. fordulója lesz, az Egernek pedig a 8., és talán ebből már nyilván a rutinos kézilabdát szerető és néző, kedves nézők kitalálhatták, hogy hát bizony nem egy egyszerű szezonon vagyunk túl, ugyanis pontosan ez lesz az utolsó őszi szezonbéli mérkőzése mind a két együttesnek, és a koronavírus miatt nyilvánvalóan tudják, hogy óriási kaotika keletkezett itt a bajnokságban, és alapvetően talán a legfontosabb, hogy mindig tudtak játszani mérkőzést, vagy hát kisebb-nagyobb kihagyással, de azért valamilyen szinten már tulajdonképpen a legkevesebbet, ha jól nézem a táblázatban, Balatonfüredők 5 meccset játszottak, illetve a Dabas, a többiek pedig azért e fölötti mérkőzés számmal mehetnek majd téli pihenőre. Hát a tavasz az nem lesz egyszerű. Talán a Gyöngyös, a Veszprém, a Csurgó és a Fradi áll a legideálisabb mérkőzés számmal, valamint a Cegléd is ide sorolandó. Hát én azt gondolom, hogy ugye mi már az Eger otthonába a pályára léptünk néhány héttel ezelőtt, pontosan november 21-én, amikor is 26-25-re nyerni tudott a Konkoly legénység, hogy ezen a találkozón is jó lesz úgymond túl lenni még karácsony előtt, és akkor remélhetőleg nyilván gyöngyösi érzelmű szurkolóknak mondom, gyöngyösi győzelemmel és igazi szép kis karácsony ajándékkal ajándékozzák meg, vagy teszik a karácsony falát gyöngyösi fiúk ezt a mérkőzést. Összességében azonban ne felejtsük el, hogy például az Egernek óriási kihagyással indult a bajnoki szezon. A szeptember 5-i Komoló elleni találkozó után 6 héten keresztül nem léptek pályára. Aztán most legutóbb ugye december 11-én a Szeged ellen. A mai mérkőzés első játékrészét pedig a vendég Eger csapata kezdi. A két játékvezető Bócz László, illetve Videman Viktor. És majd szépen menet közben megismerkedünk a pályán lévő játékosokkal.
Még egy pici statisztika és érdekesség, egyik csapat sem játszott még ebben a bajnokságban, ebben a bajnoki évadban döntetlen eredményt. Vagy nyertek, vagy veszítettek. A Gyöngyösnek 6 győzelme van, 4 veresége, az Egernek 2 győzelme és 5 veresége. Nyilván egy pár mérkőzéssel kevesebb száma is, tehát ezek a statisztikák most egy picit csalókák, de azért az elmúlt mérkőzések tényeit sugározzák valamilyen szinten. Az Eger vezetheti az első támadást, a Gyöngyös kapuba Merkowski. Bernaton is az első gólszerző az egri oldalon. És akkor gyorsan fussunk végig a összeállításokon. Az Egernél Balogh Tibor áll a kapuban. Az előbb gólszerző Bernatonis, Holdosi, Kisgergő, Kovács Márk, Lezák Áron, Mahács Simon, Mándi Tibor, Moszkoszó Péter, Rédei István, Schmidt Péter. Hopp, és most mi sajnos nem tudtunk gólt elérni. Itt van még Száva, Szepesi, Szuarev, Tóth, Rajmund, valamint Tóvizi, Tamás a feketéknél. És ez nincs most bent. Merkowski közjátékával, Szuarev lövése után nincs újabb egri gól. Itt viszont Varsandának köszönhetően érkezik az első gyöngyösi találat. Varsandán Milán eddig az elmúlt 10 fordulóban minden mérkőzésen pályán volt gyakorlatilag, és 34 gólt szerzett már, úgyhogy a mai mérkőzésen is már megkezdi a góljainak gyarapítását. És akkor még adós vagyok a Gyöngyös összeállítása gyorsan, tehát Merkowski, valit már említettem, és Varsandán Milán, de itt van velünk Németh Tamás, Halász, újabb egri gól, szerzője Mahács. Szóval Halász lövi, Merkowski, Pál, Varsandán, Tóth, Ubornyák, Hegedűs, Gábori, Gyuris, Koros Vilovszki, Gerdán Tibi, Mirko Herceg, Gyallai, Bence, Gráf Martin és Mitár Márkez is. Véletlenül majd valamennyien pályára is fognak lépni, persze ehhez Konkoly Csaba mester kell. Itt pedig remekül Gyuris megtalálja Uros Vilovszkit, aki nem hibázta el a lehetőséget, és ő is meglövi az első gólját. Vilovszki egyébként 28 gólos, tehát ő is a, úgymond a házi góllövő lista élmezőnyében található. Ugye Varsandán 34 gólos, Halász Levente 29, és az előbb említett Vilovszki 28. Tár Márkeznek van még 29 gólya, talán ők vannak itt az elején. Itt pedig egy újabb vendégtalálat, Lezák a gólszerző, ő a legeredményesebb egri gólszerző, ha már itt tartunk, eddig 37-szer volt eredményes. Ez a kapufa és láb, fel is emeli a kezét Kisgergő, ezért szabad dobás, hogy Gyöngyösnek 3-2-re az Eger vezet, a negyedik percben járunk már az első félidőben. Egyelőre szorosan indul a találkozó, mint ahogy azt említettem, ugye november 21-én Egerben is óriási csatát kellett vívni a győzelemért, és végül 26-25-re nyert is a Gyöngyös. Szerintem ma este is alaposan meg kell majd izzadni. Márkez átlövését jól hárított a balok, közben jön egy sárgalap. Igen, Szuev a sárgalapos. 34-es. Szuev. Most még egyelőre nincs nagy gond. Egyébként Tóth Edmond edző egy játékossal többet tudott nevezni, mint az előző fordulóban a Szeged ellen. Úgyhogy gyakorlatilag valamennyi, szinte valamennyi játékos ára számíthat. 16 fős a egri keret. Lehetett volna még egy pár fővel több a gyöngyösieknél. Ugye 23 fős a játékos keret, és azt gondolom, hogy legalább egy 20 fősnek mindenképpen illik lenni az NB1-ben. Azért gyorsan hozzáteszem, hogy a gyöngyösi 23 fős keretbe azért van ám egy-két fiatal tehetség is, aki az ifis erdülő meccseken játszik még rendszeresen, és itt elsősorban majd vélhetően, de egyelőre nézzük Urbán Egont, aki az első lerohanásunkat góllal fejezi be, Urbán Egon is megszerzi az első találatát. Nézzük Tóthot, a fiatal
egri irányítót, akiről már beszéltem. Az Eger csapatában is van egy-két fiatal játékos, Mándi Tibor is ilyen, aki ma még talán nem láttunk a pályán, de Tóth Rajmond is ő az. No, Jávori, miért nem vitte tovább? Varsondán Milánt pedig, ha már játékba hozzák, akkor a mai nap egyelőre nem lehet megállítani. Hatodik gólját szerzi Milán. Jön az Eger gyorsan, most újabb Baké, át, mindegy, Gerdán tévi szabálytalankodott. 15-15. Kis jó indulattal támadhattunk volna. Eljött szabad dobás kap az Eger. Ács maradt bent a beállós pozícióban. Onnan nem lesz lövés sem. Ez várható volt. Szórev. Újabb törlés. Most ez a szusszanási idő, nem tudom kinek tesz jót. 4 perccel az első játékrész vége előtt. Talán azt gondolom, hogy az Egernek. Mint a Gyöngyös egy kicsit jobban érezni itt a hajrá perceit. Suarev, ő lőhet, jó a blokk. Gerdán Tibi részéről, hopp, ott belépés van, nincs érvényes gól, köszönjük szépen a játékvezetőnek a figyelmét. Holdasi belépett a hatoson belülre. 15-15, döntetlen állás egyenlőre, a két csapat mondhatjuk azt is, hogy nem bír egymással, de talán a legfontosabb, hogy játszhat mind a két csapat, és nincs halasztott mérkőzés a szezon zárásképpen. Barnyák, gyönyörű! Szép volt Ubi. Második találata Barnyák Dávidnak a mérkőzésem. 16-15-re. Most a Gyöngyös vezet újra. Jó néhány perce volt már ez, amikor a Gyöngyös vezetett ezen a mérkőzésen. Kevesebb, mint 3 perc van az első fél időből. Na most egy hasonló jó védekezés. Kovács kószál a falba, Tóth teszi vissza a labdát. Igen, ott most kellett Gerdán Tibi. Bernatonis könnyen ellövi a labdát, mint ahogy most látható. Ketten is egymást zavarjuk a labdáért, nem hiszem el. És Tóth Misi bravúrja bal lábbal a füle mellől halásza le a hatalmas lövését Kovácsnak. Na, kezd egy kicsit fölélénkülni a játék az utolsó percekre. Ez mindenképpen jó jel. Szép volt Tóth Misi védése, ezt ne felejtsük el. Bizony 16-15-re vezet a Gyöngyös, és itt a lehetőség arra, hogy két góllal lépjen meg a Gyöngyös itt az utolsó percekben. No, Márquez elfelejtette a figurát, hogy megállt, és csodálkozott egy picit. Kubornyák egyedül próbálkozik. Hát, kedves Pori, miért nem várjuk meg ezt a befejezést? Ilyenkor mindig azt sajnálom, hogy hamar előrántják a sípot a játékvezetők. Herceg jön be. Idézőjelben derült égből villámcsapás. A lövését védi Balogh, de szabálytalankodik vele szemben Bernatonis. 4 passz van még. Halász most lőhetne. Nem lövi a labdát, hanem be akarja játszani Hegedűsnek. Atya világ, ügyetlenkedünk, azt kell, hogy mondjam. 16-15-nél most visszarendi le a játékvezető a labdát, az Eger dobhat szabaddobást, Tóth és Bernatonis. Az utolsó percre fordulunk rá az első fél időben. Támadhat az Eger, Schmid és Kovács érkezik a támadáshoz. És mindig nem volt 2 perc, csak halkan jegyzem meg. Nagyon ritka az, hogy egy mérkőzésen, akár az első fél időben is, hogy nincs kiállítás. Gerdán Tibi lábára pattan a labda, ez nem volt részéről szándékos. Tóth tett ezért egy picit. Tóth, falt lesz, ez 2 perc. Most annyira hiányoltam ezt. Gerdán Tibi megy 2 percre. Mondanám azt, hogy Tóth, ha éppen nem 19-20 éves lenne, akkor mondanám, hogy rutinból elesett. De sajnos ez nem így volt, mert egy picit meg is csúszott talán, ha jól láttam Tóth Rajmund, de
Ettől függetlenül a kettő perc, mondjuk azt, hogy jár. No, most ember hátrányba fejezzük be a mérkőzést, 30 másodperc van még. Bernatoni Suárez is játékba avatkozik. És Hegedű is megszerezi a labdát, na gyerünk fiú! Gábori, szép befejezés, két gólos Gyöngyösi előnnyel mehetünk pihenőre. Erről Gábori, Máté tehet, vagy még az a Gernek lesz egy lövése? Meglátjuk. Tóth, Suárez. Tóth, le a jobb szélre, megint egy lábon csúszik meg a labda, de itt már időn túli szabaddobás lesz, és 17-15-re vezet a Gyöngyös, olyan nagy csoda nem fog történni. Szerintem Suárez nem fogja átlőni a falat, vagy legalábbis nem tudja majd. Minden esetre ott van az öt fős sorfal, Tóth Misi mutatja, hogy ki hogy álljon. Suárez pedig megbeszéli a játékvezetővel, hogy csak sípra. Mindenki a hatos falon, vagy a hatos vonalon. Öjj! Még egy lábon lövés kap Gábori Máté. Elnézést kér az egri fiú. Összességében tehát a lényeg az elektromos eredményezőn 17-15-re vezet a Gyöngyös az Eger ellen az első játékrész végén.